Június 6-án első ízben tartottak gyermeknapot a Szepsi Református Egyházközség által működtetett Kiscsillag bölcsődében. A rendezvényt Molnár Árpád református lelkész nyitotta meg, majd Fedor Erika, az intézmény vezetője üdvözölte a szülőket és a gyermekeket. A szülőknek és a gyerekeknek egyaránt kínáltunk programokat. Az első programpontunk az Vilakovszky Alexandra óvópedagógussal egy ilyen bölcsőde kopogtató program volt, ahol mondókák és beszédfejlesztő gyakorlatok voltak, majd egy hangszersimogatóra került sor Molnár Árpád lelki pásztor úrral, amelybe bekapcsolódott már a gyülekezet is, illetve a jelenlévők. Ezt követően Hajdú Anikó speciálpedagógus és fizioterapeuta tartott egy remek betekintést abba, hogy hogyan tudjuk gyermekeinknek a beszédélesztését elősegíteni, illetve különböző nagy mozgásokkal hogyan tudjuk fejleszteni őket. És az utolsó programunk, az Hadas Katalin gyermekpszichológus nő előadása, segítségbe köszöntött a DAC korszak. A mai rendezvényünkkel szerettünk volna egy kicsit kopogtatni a szülők ajtaján, hogy itt vagyunk, a segítségük erre lehetünk, hogyha szeretnének, éljenek vele. A bölcsődében megpróbálunk szülők, pedagógusok együttműködve úgy kialakítani a programot a gyermekek számára, hogy az a legmegfelelőbb legyen. Mivel a Református Egyház fenntartása alá tart a bölcsőde, így nem határolódunk el az idősebb korosztálytól sem, tehát nem csak a kisgyermekes családokat vártuk rendezvényünkre, hanem a gyülekezetünk, illetve a város szűke pátriánk idősebb lakóit is, és nagyon örülünk, hogy eljöttek, mert ők is pontjai, színes pontjai és értékes tagjai a közösségünknek. A napsütéses vasárnap délután játszóházas foglalkozások és ügyességi játékok várták a gyerekeket, az érdeklődők pedig magyar nyelvű gyermekkönyveket is vásárolhattak. A bölcsi lakók és szüleik, valamint sok kisgyermekes család is ellátogatott az eseményre. Nagyon jó a hangulat, örülök, hogy van ilyen lehetőség is, hogy bölcsödén kívül is el tudunk jönni, a gyerekek egy kicsit szocializálódnak is, meg tudnak játszani, meg tudnak ismerkedni olyan gyerekekkel is, akik még nem járnak a bölcsödébe, vagy esetleg nagyobb gyerekekkel, akik ellátogatnak ide, és látom, hogy tanulnak egymástól, mert ugye leutánozzák egymást. És nagyon jó programok voltak, fejlesztő programok is. Ennek nagyon örülök külön, hogy lehetett kérdezni is a hozzáértő emberektől, hogy hogyan fejlődik a gyerek. Most ugye a pszichológus előadása is nagyon, nagyon érdekes. A kislányom mindent élvez, főleg az, hogyha mezítláb lehet, úgyhogy a fejlesztő program az nagyon bejött neki. Nagyon jól érezzük itt magunkat, a kicsi nagyon élvezi, a műsor nagyon szuper, úgyhogy érdemes volt eljönni ide. Szerintem a hangszersimogató az volt a legjobb, és ugyanúgy a torna, az nagyon jó volt. A Csemadok Szepsi alapszervezete támogatásának köszönhetően gyermeknapi ajándékokkal és játékokkal tudtak kedveskedni a kicsiknek. A szeretett vendégséghez a református gyülekezet tagjai, a szülők és a családok járultak hozzá egy tálca finomsággal vagy frissítővel. A rendezvényen a nagyszerű hangulat mellett az intézmény egész légkörét átható családias összetartozás és vallásos életszemlélet volt érezhető.